Dobrý večer, sziasztok, mit tudom én, úgy bizony, de mi, jó, da, jada. Bartos jelentkezik az okból csupán, hogy ne halljon meg az emberiség bután. Na, nagyba, vásárolni voltam, most jöttem be, vagy most jöttem meg a B vásárlásból. Bevásárlás, kívül, bevásárlás. Nagyba ú, mi van a szütyődben, mi van a táskádban, Bartos? Nagyba. Sör, egy sör. És nem kicsit egyike ütős matériákat vettem. Borsodi bivaj, bazd meg. Ütős cucc. Na, egy. Még egy sör. Kőbányai? Aranyhordó sör. Még egy sör, borsodi bivaj, mert egy borsodi bivaj nincsen meg kettő nélkül. Még egy sör, ez, ha jól láttam egyébként, ez 7,3-as százalékos csalkol tartalommal. 7,3, úgy bizony. De. 2 liter jó kis aranykoma bor. Aranykoma. És egy kis ízé. Csopogatni való egy kis likőr. Ilyen, vittem el is. Ízé. 15%-os. Ennyi volt a bévásárlás. Nagyba így mutattam is. Nagyba itt van a bevásárlás. De miért le. Oly finom. Nagyba ú. És a másik nagyon fontos dolog, aki azt mondja, hogy nincs, és kaját pedig nem vettél, Bartos. Természetesen nem vettem kaját, mivel nagyba ú, a Gáboréknál voltam, nem sokat, megittunk egy sört. Adtak kenyeret, kenyér maradék. Ennyi, meg van oldva a kaja, és itt a kaja, tessék! Egy forintot nem fizettem. Itt van, tessék, adtak kenyeret. Kösz, ennyi. Különben nézzük. Kaja megvan, pia ott van. Mi? Piára. Te. Pia. Ennyi volt. Ezt így kell csinálni. Bartosista, bévásárlás. Nyitok egy kis bíbahat. Váj! Pluszba voltam még nagyba a dohányboltba, a trafikba. Egy dobos lágercigi. Meg vettem gyufát. Ennyi. Kész, Bartos meggyújt a bevásárlásból. Na, talán jó. Egyelőre ennyit akartam. De, húzom. Most pedig bedelem a sört, meg a bohort. Sziasztok. Bizony. Konec.